Nyilván mindenkit ismer a vonaton. A rendszeres ingázókat, jó részt. Mit szól egy kísérlethez? Kísérlethez? Úgy tűnik, Liam Neeson komolyan veszi a The Commuter magyar alcímét. Élteskor ide vagy oda, még mindig ő az egyik legmegbízhatóbb akcióhős a porondon. És ennek bizonyítására már házi rendezője is van, akivel a Nincs megállás a negyedik közös filmjük. Lássuk, hogy sikerült. Nem véletlen, hogy a Liam Neeson-nel foglalkozó cikkek az átlagnál többet foglalkoznak a színész életkorával. Ugyan nem ő az egyedüli olyan kedvencünk, aki élteskora ellenére ilyen jól tartja magát, de azon kevesek egyike, aki még ennyi idősen is akciófilmek főszerepét játsza, és talán ő az egyetlen, bocsi Árni, ne Harry Sly, aki még ma is komolyan vehető, de csak módjával. Meg fogom keresni. Meg fogom találni. És meg fogom ölni. Ezzel talán Haumi Koyetszerre rendező, a The Commuter direktora is tisztában lehet, aki már a film 10. percében megfosztja karakterét annak mobiljától. Persze sokáig nem kell nélkülöznünk a szigorú telefonbeszélgetéseket, melyek hián lévő forgatókönyvet valószínűleg már nem is mernek küldeni a nagyra nőtt írnek. És mégis a The Commuter első felében úgy tűnik, hogy Neeson most egy kicsit máshogy közelíti meg a szerepet. Esendőbben, ügyetlenebbül és lassabban, szóval a korához méltóan. Mi lenne, ha kérnék egy aprócska szívességet? Megtenni? Neeson egy ex-rendőrt játszik, aki jelenleg egy biztosító társaságnál dolgozik, ahová hosszú évek óta ugyanazzal a vonattal ingázik. Egy nap leül vele szemben egy rejtélyes nő a vonaton, és szép nagy csúmát ajánl azért, ha Neeson karaktere, azaz Michael McCauley, megtesz neki egy apró szívességet. A fickó belemegy a játékba, melynek lényege, hogy azonosítson egy bizonyos személyt a vonaton, mielőtt az elérné végcélját. Mikor aztán megtudja, hogy pontosan miről is van szó, és visszakozna, már késő. Megzsarolják a családjával, mi viszont tudjuk, hogy mit jelent az, ha Liam Neeson ellen ilyesmire vetem. Mednek. Azt is pontosan tudjuk, hogy mire számítsunk egy újabb Serra Neeson produkciótól egy rejtélyes alaphelyzetre, melynek kibontása során nagyobb hangsúlyt kap a tempó és az izgalom, mint a logika. Mi több, ez utóbbi egy idő után egyenesen kirepül az ablakon. A készítők Neeson karizmájára bekkelnek, hogy van olyan jó színész, hogy képes elhitetni azt a nézővel, hogy a csáva, amibe került, nagyon is reális. Nos, ez a The Commuternél is így van, és ahogy McCauley eleinte tanácstalanul és némileg sután sodródik az események mentén, a néző még el is hiszi az átlagember a bajban szituációt. De ahogy egyre jobban kiélesedik a helyzet, úgy válnak egyre hajmeresztőbbé azok a tettek is, melyeket egykori átlagemberünk véghez visz. És mire McCauley eljut odáig, hogy kisikló szerelvények között ugrándozzon, addigra jobb lesz elfelejteni, honnan indult ez az egész, hisz elég csak abba belegondolni, hogy ha a férfi megbízói ekkora erőforrásokkal rendelkeznek, akkor ugyan minek fárasztják magukat azzal, hogy körmönfont tervüket egy egykori rendőrre tegyék fel. Ugyanakkor, ha ugye a harmadik, negyedik megálló környékén leszállítjuk az agyunkat, akkor egy nagyon is szórakoztató akciótrillerrel szembesülhetünk, amely feszült szituációkkal és kreatív megoldású akciójelenetekkel hajtja előre a cselekményt, amely ugyan az utolsó felvonásra kifogy a szuszból, de legalább akkor el lehet fogyasztani azt a megmaradt popcornt, amit az azt megelőző rohanás során elfelejtettünk felszippantani. A következő állomásig dönts el, hogy milyen ember maga. Haumi Koyetszerre és Liam Neeson negyedik közös filmje már igazán nem okozhat meglepetést. A The Commuter érdekes alaphelyzetére egy szélsebes tempójú akciótrillert fűz fel, melyben az izgalom sokkal fontosabb tényező, mint a logika. Néhány megoldástól így is foghatjuk a fejünket, de leginkább a popcornos dobozba kapaszkodunk majd.